Sziasztok, Zó vagyok, és üdvözlök titeket újra itt a Projektor Zó 3-ot megvégjátszás következő részében, és én ebben a piros cuki ruhámban vagyok. Lika, azt kinemezem úgy. Jó ez. Ugye először részben egy csomó eszenciát összeraktunk már, meg is nézzük, hogy hogy van, bár nem sokat futott a világ azóta, eszenciák. Hát igen, ez a Night Slime, ez éppen hogy csak Draconium Essence, és éppen hogy csak, de a gyémánt az elég jól beindult. Az hányat tudnék most csinálni belőle, várjál, már azt hiszem, hogy anélkül, hogy megnézem a receptet, és tudom, hogy csak fullba be kell tennie. És akkor, hát, jó pár stack összejön. A 7400 gyémánt, az már úgy jó. Az már lehet dolgozni. Nézegettem ezt a táblázatot, questek, és ugye most mi szeretnék, vagy hát én azt ígértem, hogy mechanizmet csinálunk, és az azt hiszem a tau, ez olyan mechanizm. Ja, hogy ott vagyok, aha. Metallurgic infuserre kell kezdeni, ami teljesen logikus, de hát olyanom van is amúgy. Erre nem engedi. Compress Py Explosion. Hoppá, valami hiányzik. Compress Py Explosion, ez lehet, hogy valami másik Q-line-ba van, csak hát jó lenne tudni, hogy miben. Milyen jó, hogy itt nézegetek meg közben, az alfánál találtam, hogy a Red Heart Canister, ugye mi azt hiszem 9-et csináltunk, ha még egyet csináltunk, volna kapnánk valami amuletet, ami nem tudom mire jó, de jól lősz ki. Azért nem csináltunk, mert nem volt elég helyem. Na szóval közben így nézegettem, ami nem volt elég szívem. Közben nézegettem, hogy mi lehet ez a Explosion, valami lehet, hogy el van dugva, de milyen jó lenne, hogyha kiírná, nem csak itt viszi, hogy ott valahol. Érdekes, mert egyel korábban a Sigmánál ugye pont őt is nagyon akartam csinálni, ő meg valami Landiára hivatkozik, de hogy ez megint hol van. Ó, megtaláltam ennél a P-nél Explosion, és itt van ez a Compress My Explosion. Először is kell csinálni egy TNT-t, na, mert akkor úgy csinálom, ahogy ő mondja, már mint hogy kövessem azt a questet. Egy TNT-t ezt meg tudok csinálni, az nem egy nagy kunsz. Oké. Következő az ez, Compress Iron Ingot. Gondolom ezt azért mondja, hogy fel kell robban. Hát akkor azt írja, hogy pár elveszett, hát akkor úgy robbantom, hogy ne legyen gond, és akkor kell Flint and Steel, ugye, hogy begyújtsam, vagy reszó. Megpróbáljuk Flint and Steel-lel, jó? Aztán menjünk valahova, most este van, senkit nem zavarunk, de azért átmegyünk a szomszéd, átrepültünk, akkor ugye kidobáljuk ezeket, ezt mellé tesszük, nehogy megtámadjam el itt valami, és Flint and Steel, húj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 
itt van tömörített Iron Ingot, és nem is vesztettem, vesztettem valamennyi. Hú, és meg is kaptam a Metallurgicot, mert hát, hogy ez már megvan, de jó, hogy emlékszik rá, sőt, most egy enrichment all olyan, kicsit zenélünk, az összes jön, de ez milyen érdekes ez a mod, ezt még nem is használtam, de jó, nem baj, ma mechanizmizünk. És majd utána visszajövünk ehhez. Először visszahaladok, hát ez így van. Jó, hogy ezeket meg fogom csinálni, de igazából nekem faktori kell. Faktori kell, ami smelter, tehát éget, és van nincs egy crusher, vagy valami ilyesmi. Crushing faktori. Hú, ő kell nekem. Na és most hátulról előre fogunk haladni, tehát kell nekem egy crushing faktori, és mindjárt legnagyobb. Azt fogom csinálni, hogy leprogramozom mind a hármat, hogy meg lesz az elit programja, meg lesz ez a gyengébb program, és meg lesz a leggyengébb factory program. Ezt bepakolom, aztán megkérdezem, hogy nekem ehhez mi kell. Így van, betettem ide mind a hármat, és akkor megkérdezem, hogyha én elitet szeretnék craftolni egyet, mire kell figyelnem, és azt mondja, hogy reinforced alloy, meg control circuit. Sima crusher is kell, na azt is betesszük. És itt jön be, hogy az infuser, de ezt is automatizálni szeretném, tehát akkor miért dobott el, de akkor az infusernek is kell egy faktori. Csináljuk a négy programot, ugye, mert a sima alapinfuser, meg az infusing faktori, hogy ilyenünk is legyen. Akkor ugye alloyokat kell csinálnunk különböző szinten, ugye ez a legalapabb, és van metallurgic infuserünk, viszont én csóró vagyok, és ezért ilyen kompresszet fogok használni. Tehát először egy enrichment chambert használok, amit talán meg is tudok csinálni. Hoppá, miért nem tudom megcsinálni? Új, ez valamit szivat itt. Ilyen stíljeim lehetnek, de mi ez a gray plastic? Oké, most már értem, miért nem lehet mechanizmet csinálni, kell hozzá ez a pneumatic craft. Akkor változik a mai terv. Szita leállt, miért állt le a szita? Én ezt lekapcsoltam volna.
Hoppa, 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 elfogyott. Na mit citáljunk? Ez a mai kérdés, mert hogy szerintem most már van elég ilyen öt stacknyi. Hát most ide lenne valami, hát azt a legjobb, bekapcsoljuk a dasztot, töltse fel, és akkor az lesz most itt a szita. Ha valami baj van, ez nem ilyen volt, ez a Chance Cube kicsit megváltozott, remélem, hogy nem crash-el össze itt az elégész világom. Na mindegy, nézzük ezt a pneumatikus craftot, én ezt nem értek, tehát lehet, hogy kicsit össze-vissza fogok haladni, de tetszik, hogy nem hagyhatom ki a Compress by Explosion-nel, és akkor két upgrade-ja van, Speed Upgrade, meg Item Life Upgrade-et csináljunk. Item Life Upgrade-hez valami fura, mármint, hogy oké, nem fura, de óra is kell, és akkor lesz egy ilyen. A kérdés, hogy egy elége, na mindegy, megcsináljuk még a Speed Upgrade-et, azt megnézzük. Jó, az valami petróleum kell. Honnan szedek én petróleumot? Thermo Pneumatic Process, hoppá, hoppá. Oké, tehát akkor nem most. Megvan a speed, life upgrade-ünk, oké. Itt látom azt a izét, amivel meg lehet majd csinálni azhoz, ami azt kell. Szóval valószínűleg tovább kell menni, aztán majd megcsináljuk. Pressure tube. Hát gondolom, ez valami gáz. Hát nyomást visz át, de hát gondolom, hogy ez ami gáznak kell bennie lenni, aminek nyomása van. Tehát akkor csinálunk pressure tube-ot, nézzük. Ehhez kell már a compressed iron, figyeld. Ezt el is programozom gyorsan. Igazából mindent leprogramozok most már, legyen meg. Szóval ilyen compressed iron csak tudok máshogy is csinálni, úgyhogy mindig robbangatni kell. Ó, van ilyen pressure chamber. Itt írja, hogy 20%-ot vesztek, hogyha így robbangatok. Jó, oké. Valószínűleg ez a pressure chamber kell majd előbb-utóbb, ez nem is drága te. Egy az csak a fal, aha. Kell csinálni egy 3-3-4-4 vagy 5-5-ös méretű belül üres kockát, és egy chamber valve kell bele. Elmetek csak ennyi. Tűnik olyan bonyolultnak ez a valve. De akkor csinálunk néhány izét. Mennyi kellhet vajon? Egy kis valvot. Mondjuk itt van az, tehát még egy air kompresszort is csinálunk előtte, bármi is legyen az. És a kétféle pro kompresszor van ez, ami szolid üzemanyaggal működik, és valószínű, hogy van valami likvides, mert azt írja, hogy a liquid kompresszort kell használni ehhez, hogy ezt használ liquid fold. Na mindegy, üzemanyag kell bele, és akkor összetömöríti a levegőt. Jó, van egy ilyenünk. Ez valami gőzkép lehet ezek szerint, vagy valami hasonló. Ja, itt a liquid kompresszor. Ezt hogy kell csinálni? Szából alapdolgok, csinálunk egyet, csak most elhasználtuk a liquid, mármint a sima kompresszorunkat, ezért abból is csinálunk. Hoppá, mondom, csinálok még egyet, de hát a furnace nincs. Azt talán meg tudjuk oldani. Air kompresszor, liquid kompresszor, van itt minden. És ezeknek van advanced változata is, ahhoz mi kell, tud, hogy van valami crazy, aha, blue plastic. Jó, az oké, érthető, hogy ahhoz tovább kell lépni. Jó. Itt ez az air keniszterem, úgy látom, hogy tárolja talán a nyomást magát, ugye ez is egy feladat, tehát air keniszter, csináljunk egyet. Ebből is van a reinforce, de mi a simát tudjuk megcsinálni csak. Várjál, megnézzük ezt a reinforce-ot, lenne az is. De csak előtte meg kell tölteni, úgy látom. Ja nem, advanced kell hozzá, olyanunk még nincs. Jó, oké, semmi baj. A air canistert megkaptuk. A következő, amit néztem, hogy oilt liquid-té alakítja, vagy más liquid-té. Ez a refinery, ez az feldolgozó, ez valamihez kell, azt írja, hogy átalakítja a dízelli, ugye az olajat, kerozint, gázolaj, LPG, jó, hát beladjuk a üzemanyagpiacon, szóval refiner, ebből három kell viszont. Mi ez a PNCR manual? Van ilyenünk, hogy PNCR manual? Nincs. Nézem az összeset, de nem, sajnos nincsen PNC, tehát ilyen pneumatikus, RF tools van rengeteg, meg ilyen X-et is van, magnetic craft, az is jó lehet, actually addition, de nincs olyan. Na mindegy, nézzük a következőt. Thermo Pneumatic Processing Plant. Na, ezt el lehet liquid plastikot csinálni. Jó, miért is csinálunk akkor? És eljutottam a pressure chamberig, és akkor itt akkor lesz jó, hogyha van glass, meg interface 2. Jó, glass és interface. Hú, nincsen izém. Hopperem, hát igen, ez ritka. Második, oké, jöhet a zene. Nem jön zene. Jó, és akkor össze kéne ezt rakni. Van nekem egy gyártelepem, akkor itt valahol összerakjuk, mondjuk hát, ha ez magas lesz itt a végén. Mondjuk az 5x5-ös szeretném, van értelme 5x5-ösnek, mert hogy mondom, hogy kiütöm, hogy kicsit besüllyesszem, menjek 5x5-re rögtön.
Valószínűleg semmi értelme, de mindegy. Fogalmam nincs, hogy hogy kell ezt a modot játszani, tehát ezt most így próbálgatással fogom kideríteni. Tehát nem is tudom, hogy elég lesz-e. Az biztos, hogy van valami kontrollerünk, vagy interfészünk. Ezt letesszük, mondjuk ide meg ide. Használjuk az üveget is. Bah, valamit már láttam. Így nem, meg kell csinálni. De nem gond, nem gond. Szóval elméletileg ez az utolsó szint, az 5x5-ösbe, hogy ez működni fog, hát ez hamar kiderül, de nem kell hozzá air kompresszor vagy valami, hogy ez így nem nagyon változott. Oppá, van benne valami, így ezt szétütöttem egy-két üveget, ezt kivesszük, ez megvan 5x5, megvan 5x5. Ugye be van sűjjesztve, tehát azért itt csak 4 van. Ha összeállt volna valamire, opp, kihagytam valamit, tehát ezt a pressure akármit tesszük ide középre. Ide, így a pressure chamberbe. Oda néz, de király. Várjál, mi, hogyha ide is beteszünk egyet, olyat lehet, hogy még egy ilyen pressure chambert, így a pak. Ó, szereti, szuper. Akkor viszont itt is legyen üveg, hogy lássuk, hogy mi történik belül. Így, pak. Oly, de gyönyörű, oda nézzetek. Itt minden information. Az elsődleges célja, hogy a levegőt tárolja, gondolom a nyomás, de hogy lehet használni, mármint eszközkészítésre, gondolom, ez a compressed ironra. Addinek kell lehet növelni a nyomást, oké, jelenleg 0 bar. Na de hát itt van az air kompresszorunk. Mi van, hogy én ezt is így ide leteszem melléje. És adok neki egy kis üzemanyagot. Upgrade. Ez ugyanúgy néz ki, mint a másik. Na várjál, hozzunk egy kis fát. Nagyon kevés fánk van, csak 51 ezer, szóval vigyázni kell, hogy mit égetünk. Na, hogy gyerekek, valami történik, probléma van. Ó, nincsen, akkor valami, tehát így nem lehet. Na várjál. Kíváncsi vagyok, hogy én ezt ide leteszem, és a tube-ot kell keresni, tuti. Leteszem, semmi. Akkor valószínű, hogy ez kell neki. Itt már bemegy, jó. Viszont itt oldalt nem megy rá, szemből sem. Akkor feltételezzük, hogy hátulról fog menni. Gyere kis tyúbocskám ide berak. Oké, szuper. Na most akkor megetetjük, és ipa. Akkor itt benn nem nagyon nő a nyomás, de talán itt benn, már ilyen? Oké, itt nő, de hát nem túl gyorsan. Jó. Szökik a nyomás. Tényleg, tök jó szakik a nyomás, nem baj, leszárjuk egy így, de jó, nagyon jó meg van csinálva, ez nagyon jó. És így, akkor ezt ide tesszük. Kérdés, ennek a tetején tud menni? Aha, jó, oké. És kéne egy kis lába. Gondolom, hogy ez arra jó, nem? De jó, hogy van egy kis láva drumom, és akkor hozok egy kis packetet, tesszük ide mellé, tesszük, úgyni. Oké, szóval ezt így lehet tölteni, és tömöríti a levegőt. Na, most hogy állunk benn? 0 bar, hajjaj. De legalább nő a nyomás, az király. Próbáljunk egy kis áront összenyomni. Arra ide upgrade-eket lehet tenni. Ezért lehet, hogy ezért vannak ezek. Upgrade, chamber, akkor interface mode, import, filter on, kreatív tab, building block. Fú, de miket tud ez? Nagyon jó, nagyon jó. És hogy én hol tudom betenni az anyagot? Hát, hogy így nem fogadja el, csak is hopperrel. Hát nincs hopperrel, ha lekraftolok pár százat, na jó, csak százat, hogy ne kelljen mindig egyesével. És akkor most ide betesszük őt. Aha, elfogyott. Nem őt. Érdekes, hogy így nem látom. De gondolom azért nem látom, mert hogy... inkább kiveszem a üres kézzel, mert hogy itt csak az upgrade-eket látom, itt kéne látnom kimenetnél. Ja, de ugye meg kéne mondanom, hogy ez kimenet, igaz? Interface status import mód. Szóval valami jó interfész kell, tehát ha én ezt kiszedem, jó van, tudom, aztán berakom így, és hát most valahogy kimegyek, elveszik az összes drága nyomás, gyerekek, jajajajajajajaj, talán most jó, akkor lehet ez output. Csak hogy szedett ki? Ha, valami történt itt. Na mindegy. Hát akkor maradunk adná, hogy ezt megoldom valahogy. Szóval itt van extract, always active, itt meg van insert, és nincs extract, akkor sincs semmi. Hát itt a filterrel van gondja, mármint hogy ezt nem lehet kikapcsolni.
Hát akkor filterezzünk. Mi volt ez ilyen compressed iron? Úgy már csak négy van. Szóval betesszük ide, vagy ide, vagy ide. Ó, oké, na és most? Nem. Tehát a hopperből eltűnt, benne lehet, na és kész, nem látjuk, hogy benne van. Azt írja, hogy nincs benne valid elem, de hogy mi van benne, azt nem látjuk. Ott látjuk, de az olyan fura. Mit csinál az? Vele valami hangot hallottam. Valami nyekergett. De nem, ezt én raktam oda. De most bekerült oda. Jó. Problems. Aha, tehát el kell érni a két párt. Ezek baromi lassan töltenek. De nem kellett volna ekkorát csinálni. Mi? Kell nekem a speed upgrade. A speed upgrade, ez meg kell ilyen dieselből lubrikant, vagy mi. Na nézzük meg, ugye mi megcsináltuk ezt. Kérdés, hogy én ezt tudom használni. Letesszük azt meg, ujj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 j
találtam itt egy flux kompresszor. Oké, nem csinálunk flux kompresszort. Animációt meg kell adni, hogy szép, mert most már ilyen gőz is van benne, vagy hát levegő nyomás, de még mindig nagyon messze vagyunk. Tehát mennyinél vagyunk? 2 bár helyett, várjál, valahol igen, 0,3. Szóval velem akarsz izélni? Na figyeljetek, liquid kompresszor, programozva szépen patternbe, betéve szépen ide valahova, ahol van hely, mindegy, akkor itt az aljára teszem, jó? Csináljunk egy 10-et, nincs bucket, nincs kompresszár, és oké, ezeket is megoldjuk. A bucketet le tudom programozni, de ilyen iron plate készítőnk nincs egyelőre. De van kompaktorunk, amit szintén le fogok programozni, mert így megengedi, hogy akkor jó, kompaktor pack, aha, a program megvan, már csak egy kompaktort kell áthozni, hogy itt legyen automatizálva, az ugye még a másik helyen van, ő van itt, de ő az igaz, ó, van is benne steel plate, de nekem most nem steel plate kell, hanem te kell lesz. Ugye itt az emeleten már betettem egy energetic infusert, ide betesszük, alul ezt kiejtjük. Jó, ez bekerül. Ezzel a wrench-el shift sima klikkel tudjuk mondani, hogy ez maradjon egy extract. Jó, tehát a kimenet az el fog menni ide, és akkor innen megy be, tehát is spórolok egy csatornát, viszont nem tudom megspórolni az interfészt, tehát egy darab interfész kell rá, te nem kell lesz, te sem kell lesz, de viszont kell lesz, és azt ráteszek, beteszem a programot, így nincs, még kell egy smart cable, egyetlen egy darab. Jó, rátettelek, ja, meg még energia is kell, az még egy conduit, abból is csak egy darab kell, ő már nem is kell, pak. Annyi, hogy a biztonság kedvéért még azt megcsináljuk, hogy az összes oldalát azt lenullázzuk, és lefele dobja, így narancsár oda megkapja. Jó, tehát ha most azt mondom, hogy kell nekem plate, tehát iron plate-nél mondjuk 100 darab, start, akkor elkezd dolgozni, mint állat. Szuper! Jó, ezután a kis intermezzo után nézzük még egyszer, hogyha én, nem volt egy kis lagom, szóval, hogy ezt a liquid kompresszorból szeretnék egy 10 darabocskát, akkor kompressz 3-ból kell 60-at szereznem. Jó, azt meg úgy csináljuk, hogy fogunk egy kis iront, még egy TNT-t, és meg a gyújtót szokásos helyemre, mire ezt elintézem, lehet, hogy már meg is jön a nyomás. 1, 2, és 6 szóljam, mondom, pok. Hoppá, na, azt hittem, hogy azért elég messze állok, de nem. Na jó, akkor ez megvan. Betesszük, és akkor na, még egyszer egy, na, talán le tudom írni egyszer rendesen, és liquid 10 darab, next, start. Szuper, és akkor még majd kell nekünk pipe. Nem pipe, hanem tube. Tube kell nekünk, nem csak 2, biztos, hogy több is kell. Csinálj nekünk 20-at. Ez könnyedén ment. Jó, ja, hogy még itt is van, oké. Okay. Szórakozol itt nekem ilyenekkel, hogy lassan épített fel a nyomás, szóval. El kell majd őket látni lávával is, ne felejtsük el. De mögé tudok tenni? Ó, tudok, szuper. Szépen rakok mindenhova. Jó, ide is. Szépen végig pakoljuk. Ez eddig. Ezt lehet nem teszem le, mert hogy akkor nem néz ki jól. Oké, és ott nekem láva készítőm, amihez kellett redszent, nem heat szent, bocsánat, kellett
Cauldron, vagy mi? Nem az a másik vers, hogy elfejtettem a nevét. Na mindegy, itt mindjárt meg fogom talán tudni. Crucible kell. A három Crucible-öm szerintem elég is lesz, és illetve Hub generátor. Abból is van három még hozzá, elég erősek. Egy rakás conduit, item conduit, megpróbáljuk azzal. Nem tudom, hogy elég gyors lesz-e, max upgrade-eljük. Oké, és akkor mondjuk itt lehetne ez a három. Itt pek. Ja, csak hogy elkevezetnem majd itt a kábeleket. Kérdés persze, hogy lehet-e alulról letetni, mert hogy ugye azt írta, hogy izével bakettel kell beletenni, de hát reméljük, hogy van annyira intelligens. Ó, kendics, hogy meg fogja engedni, szóval fluiddal elvezetjük, hogy nincs elég nyomás. Adok én neked, számaszem is fog működni, mi? Na jó, ezt ide kivezetjük. Oké. Ezek nem is kell, hogy itt bárhoz is kapcsolódjanak hozzá. Három vörös szent. Három Crucible, ilyet a három Kabel generátor, és a három Item Conduit, akkor mindegyikre ugye itt extract helyett insert lesz lent, épnél meg akkor Always Active Extract. De mindegyikben van elég Kabel, tehát úgy néz ki, hogy a Conduit tudja etetni, és hajaj, nem jön ki a lába, mert hogy ide nem raktam, vagy extract. Viszont a legszerét nem érem el. Na de innen. Jó, minden elérem. Oké. Szóval elméletek, akkor mindenhonnan megy le szépen. Nulla lába, nulla, és már nulla. És elkezdtek dolgozni. Oda nézzük. Na most akkor lesz nyomás. 0,6 bar. És elég jól növekszik. A kompresszor befogyott az üzemanyag, de kíváncsiak, hogy nem lehetne esetleg megnézni, hogy mit éget. Csak azt írja, hogy bármilyen szolid, viszont nem írja, hogy egy üzemanyag, az meddig jó. Tehát gondolok én olyanra, hogy mondjuk ha szenet beleteszek egy blokkot, akkor ez tovább égeti-e. Sima Minecraftos burn time-ot használja szerintem. Tehát valószínű, hogy igen. Egy pár, 1,1. Na, haladunk. Érdekes, hogy ezekben is nő a nyomás, tehát valamelyikben 1-2 van, valamelyikben 1-3. Ez valami okosan ki van találva, tehát hogy generálja valószínű a cuccost, a levegő mennyiségét, és csak akkor nő a nyomás, hogyha a másikban is növelje. 11.700 van ebbe meg, hogyha így szemből megnézem. 970, tehát 1,3 bár, viszont az egész rendszerben 1,3 van, 1,4. Tehát, hogyha a kompresszorokban egy kicsit több van, akkor megy át oda, okosan ki van találva, tök jó. Na, a következő projekt, ez a Thermopneumatic Processing Plant-nek a beüzemelése lesz, az tuti. Úgy néz, hogy ennek is kell valami nyomás, és megtaláltam, hogy mit tud átalakítani. LPG, dieselt, kerozint és valami fuelt galaktikraftost. Fit plastik nekünk tuti kell, tehát az LPG az kell, viszont az is fuelból van. Fuel az kerozinból, kerozin meg dízelből, tehát nem osszuk meg a dízelt. Dízel a refinerin keresztül olajból készül, viszont működik crude oilból is, az viszont jó, de már a sima olajat én honnan szedjek? Tudom használni ezt a izét, immersíves refinery-t, valami jó tízzel, meg ahogy te, ez macera. Emeraldból tudok valamivel, ezt nem tetszik annyira. Valami elkezdett szólni. Ipatjak, pak. Kettő bár, lehet, hogy ez a max nyomás. Fel fog robbanni? Meg fogunk halni szerintetek? Ja nem! Ja, de azt hittem, hogy elkezdi csinálni, de várja, valamit kinyitott. Várnám, hogy csinálja. Nyomtasd össze, vagy nyomd össze, vagy valami. Megvan a két pár, most már csinálj valamit. Ó, igen, kijön, jönnek kifele. Jó, hát hogyha ez jó, megszórom Ironnal, akkor gondolom, ez itt szépen haladni fog. Viszont már csak olyan kérdésem van, hogy mi van, hogyha túl sok lesz a nyomás. Szépen nyomogatja kifele magából. Tehát jó az a cucc, járban nem látunk csak erről, és látni is, hogy ott van benne. És valami hangokat ad. Hogyha szájával pukizgatna, vagy nem tudom. Na, jó van, megtaláltam a recepteket. Tehát van ez a kompresszált valami, blokkonként is lehet. Ó, miért nem azzal kezdte? Turbine Blade-et is tud csinálni. Van egy-kettő ilyen furcsaság. Várj, etnik. Ó, azt hittem, hogy valami olaj, de nem. Szóval a lényeg, hogy ez a cucc, ez sok mindenhez kell. És mindig két bár nyomás kell neki, és öt bárig jó. De nekem szerintem ez el fog menni.
tovább is. Lehet, hogy ennek amúgy is a max nyomása 5 bar, tehát hogy itt le fog állni, mert úgyse tud többet, vagy itt felrobban. Na, hát mindjárt kiderül, mondjuk ez a 10 darab, ez lehet, hogy nagyot fog robbanni. Visszatérve az olajhoz, hát eléggé gáz a helyzet, mert hogy az olajat egy refineribe tudom úgy látszik csak csinálni. Biodieselből és Nutrition Distillationből, a biodieselt az plant oilból meg etanolból, az etanolhoz kell industrial fermenter megtermelni egy-két dolgot, a plant oilhoz megint ugyan industrial squeezer kell. Én csináltam már ilyen biodieselt előző részekből, és az elég macera volt. És még itt meg a biodieselhez kell adni a nutrition-t a vattal, ami víz, meg ilyen mushroom, meg különböző fejek, nem húst is elfogad, de hát nincs annyi húsunk, de egy megoldható végül is. És akkor ebből a kettőből, biodiesel meg ez a Nutrition Distillationből lesz az olaj egyre refinery. Szóval ez nem ma lesz kész, az biztos. Közben ez elvégezte a dolgát, jó van, ezt eltárolom. Helyet is kellene neki keresni kéne. Hát, ha lenne hely a tornyunkba mi, szóval akkor compacting drawer kell. A kettő van, de nem is értem. Nincsen nekem programom rá. Compacting drawer, és értem. Na, ja, át kell állítani ézére, hogy kraftoló recept, oké, tele vagyok, már megint tele vagyok. Ez azt jelzi, hogy mindjárt vége a résznek, na most már itt van, tudok kraftolni, szerintem 10-et nyugodtan rekraftolhatsz. És akkor itt valahogy megpróbáljuk gyorsan, hogy letesszük és lezárjuk. Letesszük és lezárjuk. Valamiért nem keveredett a másikkal, az újakkal, tehát valószínű, hogy ebben van valami. Érdekes, ha beletesszük, jó. Már itt vagyunk, a többit is letesszük. Akkor lesz még hely az újaknak is. Hát igen, ki akartunk hagyni néhány lépést, és most ez kicsit megbosszulja magát, de nem gond, kicsit lelassítunk, és visszamegyünk a gyökerekhez. De ez működik, gyerekek, és van nyomás, hol tartunk. 4 bar, huha. Kíváncsi vagyok, hogy fel fog-e robbanni. Hát csak nem, hát csak én nem. Az a fura, hogy 5 bar fölött is van, pedig ezek csak 5 bárig tudnak nyomni, ezek a kompresszorok. Azt írta, hogyha valami ugye upgrade-tel túlnyomjuk a kapacitását, és utána kivesszük, akkor lehet, hogy akkor megy fölé. Mindegy, valami szelep mondjuk jó lenne. Jó van, viszont akkor már ennyi, ez lett a nagy mai építmény. Hoppá, hoppá, hoppá. Örülök, hogy velem tartottál. Írd le véleményedet, aztán következő alkalommal meg valahogy valami olajat összehozunk. Szóval akkor is tartsál velem, addig is. Sziasztok!